Na, gőzerővel haladunk a következő checkpoint felé, és most egy picit így megmakkant a játék, gondolom most töltötte be a szilvajtjét ennek, hát ez így első blikre megint egy sziget talán, de nem, mert olyan, mintha ott ilyen székek lennének, vagy nem is tudom. Közben majd mindjárt mutogatom a hajómat, hogy mi mindent sikerült csinálni. Ezt a bioüzemanyag sztorit leginkább. Na jó, mindegy, amíg haladunk, addig megmutatom. Szóval ott a két motor, ott az a bioüzemanyag készít. Ez egy kicsit szívás, mert az egy dolog, hogy ilyen nyers kaja kell bele, tehát lényegében akár kifogott hal mondjuk is tökéletes, viszont ide kell méz, és azt azért lényegesen nehezebb produkálni. Azt is majd mindjárt mondom, hogy hogyan és miképp. Itt van ugye a pénzverde, és itt van egy csővezeték. Azt is mondom, hogy hogy csináltam, ugye csak így a levegőben nem enged. Húha, ez nem, ez valami vízi börtön, vagy nem tudom. Jézus Mária, mekkora terület, ezt jó könnyű lesz bejárni. Vagy valamilyen kis cölöpökön álló település. Evok maciknak a tengeri bázisa. Szóval, hogy van itt egy ilyen csőrendszer, itt van alattam ez a bioüzemanyag tároló, és ez a csőrendszeren keresztül megy a két motorba az üzemanyag, viszont nyilván így a levegőben nem engedett építeni, tehát ez alá első körben ilyen cölöpöket raktam és egy platformot, és akkor utána azt szépen kiütöttem, hogy itt ne foglalja nekem a helyet. Tehát lényegében, ez jó néz ki, ha ezt gyártom, ezt a bioüzemanyagot, akkor elvileg, és itt van valami normál kikötő is, de jó, akkor próbáljunk meg beállni a kikötőben, mondjuk nem feltétlenül akkor a raftam, hogy ez egy ilyen település, ez jó pofa. Tehát, hogy nem akkor a raftam, amivel csak úgy könnyen beállok egy kikötőbe, de majd úgy nagyjából megpróbálunk. És utána gyorsan, mert mindjárt végigmutogatom akkor, hogy milyen cuccokat sikerült összeharácsolni. Hát ezt most egy kicsit így letarolom, ezt a kikötőt, úgy érzem. Mint amikor a neten vannak olyan videók, hogy a brutál luxushajó nem tud megállni és beleszáll a kikötőbe. Na jó, motor le, forgon le, azt jó napot. Hát egy kicsit így berángatja a hajót, de valahogy csak kiszállok. Szóval, üzemanyag történet. Három dolog, amit ott felfedeztünk, ugye a csőrendszer, ez viszonylag egyértelmű. Ez a készítő, ez az üzemanyag készítő. Ide, ahogy mondtam, kell, megint ez a madár is. Igazából, ha valakinek torra van szüksége, akkor semmi más nem kell csinálnia, építsen egy madárijesztőt. Teljesen beteg a dolog, és akkor jönni fognak a madarak. Még akkor is, ha nincs növény. Tehát effektív, ennyire hülye. Nincsenek beültetve ezek a cuccok. Itt vannak nekem virágaim, de hát annyi, nincs termés itt. Ez itt van egy madárijesztő, az időről időre jön és támad. Ja igen, csináltam egy ilyen, hát ezt nem tudom, mutattam már, egy ilyen kis listálószerűséget ezeknek a lényeknek, és akkor egy néhány ilyen füves cuccot le kell tenni, ezeket időszakosan locsolgatni, és akkor ez ettől tejet lehet szedni, ennek ugye a lenyírását, és a csirke pedig tojást ad állandóan. Ez egy öntözőgép, de megmondom őszintén, nem igazán éri meg vele foglalkozni, tele kell tolni vízzel, és kell ide elem, és akkor az időszakosan így itt fröcsköl, fogalmam nincs, hogy mekkora területet, tehát csak úgy nagyjából leraktam. Viszont az, hogy én erre elemet pazaroljak, azért az elég nagy luxus, tehát ezeket inkább kézzel megröcsönöm, jó napot kívánok. És akkor itt ez a tartályom, ugye ebbe tudom belepakolni a bioüzemanyagot, közben már kicsit lejjebb is, mert 5 fér bele egyszerre, azt tapasztaltam. És a méh kaptár, hát igazából ugye az volt a sztori ott a medvés pályán, hogy a medvés szigeten, hogy ugye mézet is, meg ilyen kis méhecske üveget is lehetett gyűjteni, ezekből ki lehetett fejleszteni ennek a gyártását, utána le is lehetett gyártani, és annyi a lényeg, ez nem tartozik hozzá ez a virágágyás, kell elérakni, tehát önmagában leraktam és nem csinált semmit, kell elérakni egy virágágyást, beletenni virágokat, ez a legkisebb ilyen ágyás, és akkor ez a mézet fogja termelni nekünk. Ezt nem termeli lassan, tehát egyébként viszonylag gyorsan termeli, viszont 6 darab méz kell ahhoz, hogy tudjak csinálni egy mézes csuprot, tehát vagy egy ilyen csupormézet, vagy nem tudom, hogy nevezzem. Mindjárt mutatom, hol is van, valahol van. Persze, hogy most nem találom, miért nem találom? Itt van, hát ez alkatrésznek minősül a méz. Tehát 6 ilyen kell, amit ebből a méhkaptárból szedek ki, és csak egy lesz, az mondjuk nem nagy szám.
És ez azt mondja, hogy kettőt csinál? Na, az legalább korrekt, hogy akkor kettőt csinál. Ezt mondjuk egyelőre annyira nem vettem észre. És akkor igazából azt, ha ezeket addig ürítsük ki, azt ha beteszem oda a bioüzemanyag gyártóba, meg ilyen nyers kaját, akkor abból csinál bioüzemanyagot, és azzal megy a hajó. Illetve persze ez a csőrendszer. Úgyhogy ennyi, most a történet nagyon más. Ja, csináltam még két ilyet, ez az egyik ilyen italkészítő, a másik meg valami kajakészítő, de kipróbáltam nyersanyagokat, természetesen nem sikerült, valami rothadó kaja van, úgyhogy ezt nem eszem meg, de még tányérom sincs, amivel kiszedjem. Úgyhogy azzal most nem tudok mit kezdeni, és hát akkor mindjárt nekiállunk ennek a szigetnek, aztán megnézzük, hogy ez itt micsoda, és kik laknak itt, de szerintem majd reggel, ahogy ne itt a sötétbe kelljen szembenéznem zombi hordákkal esetleg, hogyha azok vannak itt. Nos, srácok, említettem korábban ugye ezekkel a save game-ekkel a szívást, és hogy milyen módon lehet ez kikerülni, mert ugye olyan jó fej a játék, hogy ilyen world backup-okból, tehát világmentésekből többet csinál, ebből elérhető több, viszont a karakter mentést azt mindig felülírja. Tehát ez ugye tartalmazza többek között a HP-nkat, szóval hogyha megtöglöttünk, akkor azt mindig felülírja. És annyit bénáztam ezzel, annyi kilépés, visszalépés, újratöltés volt, hogy egy igen érdekes dolgot észrevettem. Mutatom a ládámat, hogy itt az inventory viszonylag üres, itt van egy csomó cucc. Csinálsz egy mentést. Ez ugye lementi a világot, rajtad kívül, a karaktereden kívül a világot, hajód, ládák, minden egyéb. Kiveszed a ládában mondjuk ezeket a szajrékat, meméne, és azt mondod neki, hogy kilépsz a játékból. Ugye mi történik ilyenkor? A karakteredet menti, elvileg, a világot szintén. Viszont a karaktered mentéséből csak egyetlen egy van. Tehát azt ilyenkor felülírja. A világmentésből viszont van több, mindjárt mutatom, hogy mi fog történni. Igen, akarom menteni. Tehát ez most felülírta az előző karaktermentésemet. Szóval lényegében mi történt az imént? Kiléptem a játékból, elmentettem a játékot, akkor felülírta a karaktermentésemet, és csinált egy új world save-et, tehát egy világmentést. Ugye ezzel akar szivatni a játék, hogy a karakteredet mindig felülírja. Tehát lényegében amikor meghalsz, akkor ne tudj egy korábbi állapotot visszatölteni, mert a korábbi mentés nem tartalmazza a karakterednek az adatait, csak a világnak az adatait. Annyira szeretem, amikor a programozók próbálják szivatni a usert, és aztán ezzel saját magukat szivatják meg. Mit csinálsz? Azt mondod, hogy senki ne joinoljon, és azt mondod, hogy ez, és world backups. És ugye itt van egy korábbi, egyel ezelőtti, tehát lényegében ez az utolsó save, ami kilépéskor történt, és amikor kiléptél, akkor mentett mindent, fölülírta a karakteredet, abban benne van az inventory-mnak, az én karakteremnek az inventory-jába ezek a öntvények, amit ugye már csináltam. Ebben az előző save game-ben ugye a karakteremnél még nem lenne ott, csak a karakteremet felülírta ez, viszont a világban, ezen az állásban a világban még a ládában volt. Nézzük meg, hogy ha azt visszatöltöm, akkor mi történik. Annyira cuki ugye a játék, hogy karakteredet csak és kizárólag egyszer menti, és tök mindegy, hogy mit csinálsz, hogy azt mindig felülírja. És ezzel olyan fantasztikusan sikerül megszivatniuk, hogy elmondhatatlan. Mutatom az inventory-mat, és mutatom a ládámat. Szóval ilyen tök szeretem, tehát amikor ilyen degenerált kretének vagyunk, és próbáljuk a usert szivatni, akkor marha jó sikerül. Szóval még egy olyan pont ebben a játékban, amit nem pontosan értem, hogy miért így van kitalálva, és miért ez van kitalálva, illetve szerintem teljesen egyértelmű, tehát az, hogy nincsenek olyan szévek, amiben benne van minden, a world is és a karaktered adatai is, az semmi másról nem szól szerintem, csak a user szivatásáról, ez nekem végtelen ellenszenves, de ennyit sikerült vele elérni. Hogy lényegében ugye csomó játékban van ilyen item duplikálási lehetőség, és ilyen-olyan-amolyan megkerülő utakon, cheat engine-nel, vagy bármilyen módon kell ezt kikerülni, megoldani, stb. Ez ilyen faék egyszerű, mentesz kettőt, azt szevasz. Úgyhogy, hát innen is nagy gratuláció a készítőknek, tehát ez szerintem így nem annyira jó, de mindegy, tehát szóval a lényeg az, hogy ők boldogok, hogy a karakterünket nem tudjuk menteni, és rá ment, amikor elpusztulunk. Na jó, mindegy, hát ezt azért ne nagyon használjuk, mert azért az alapvetően lényegében cheatelés kategória, még akkor is, hogyha semmiféle külső programot nem használ az ember, egyszerűen a készítők hülyeségét használja ki. Folytassuk ezzel az őrült szigettel.
hatalmas és rengeteg helye van, és ilyen csúszó kötélpályákat kéne megtalálni, három alkatrészt, egyet sikerült eddig. Eléggé idegörlő a történet, de se baj, neki veselkedünk. Na, végig kínlódtam magam ezen az egész területen. A szokásos metódus, mint eddig mindig, szobáról szobára, bódéról bódéra tudsz haladni, ezek ilyen, hát ilyen bádog lakóautók, vagy nem tudom, itt telepakolva a hegyen, és elég idegesítő, mert elég egy kaptafa az egész, tehát belülről kb. Egy séma van, és mindegyik tök ugyanolyan. Mindig találsz valami újat, itt van egy olyan, hogy ilyen 3-4 szintes csövön keresztül le kell tolnod a vizet, és van egy kút, az megteli, ki tudsz venni egy alkatrészt, aztán itt valahol hátul van egy bicikli, és megy egy hosszú cső a víz alá, akkor azt a csövet kell követni, nem kell hozzá búvált felszerelés, mert időnként vannak ilyen víz alatt lévő objektumok, amiben megrekedt egy kis levegő, tehát tudsz ott levegőt venni, szóval nem para. Ott lent is találsz, már nem is tudom micsodát, jó van, közben szétzúzta a madára izélyt. Közben rájöttem egyébként, hogy miért jön ez a hülye madár, mert ugye itt a virág. És hogyha lezúzza a madárijesztőt, akkor utána elviszi a virágot. Nem tudom, a madár egyébként mennyire gerjed a virágra, tehát ez is egy egészen pontos, precíz játékbeli megjelenés. Na mindegy, és akkor találod az újabb és újabb elemeket, kulcsokat, stb. És akkor a végén ilyen zipline-t össze tudsz szerelni, amivel tudsz csúszkálni ezeket a köteleken. És akkor az utolsó kettő platformot kell, a ilyen kormányzó házát, nem is tudom, meg még valamit, és akkor minden szart összeszedsz, és mutatom, hogy azért elég brutál dolgokat sikerült itt találni, ennyi receptet, ez elég jó. Magát ezt a zipline toolt, ezt ugye újra tudjuk építeni, ha eltörne. Elvileg ez ilyen ruhaként működik, de hát ugye láthatóan csökken a strapabírása a zipline, tehát gondolom magát a vonalat is fel tudjuk építeni, ha valahova mi szeretnénk ilyet. Firework, hát erre nem tudom miért van szükség, de legalább van. Fémdetektor, na erre nagyon kíváncsi leszek, tehát egyébként ezt meg fogom építeni minél hamarabb. Elem újra töltő, megmondom őszintén, úgy tippeltem, hogy lesz ilyen a játékban, nem néztem meg, de itt gyűjtögettem a kimerült elemeimet. Mivel ezek nem tűntek el, tehát jellemzően, hogy valami tönkre megy, ugye érdekes módon ezek így eltűnnek. Mikor tönkre megy valami, akkor így effektíve eltűnnek. Tehát azt tippelem, hogy ilyen Reaper Station vagy valami ilyesmi nem lesz, viszont ezek nem tűntek el, hanem itt maradtak üresen. Tehát ezért tippeltem azt, hogy lesz ilyen elemtöltő állomás, és ez király, mert van. Tehát ez lesz, amit most még meg szeretnék csinálni, illetve ilyen engine controls, ez még nem tudom, mit fog jelenteni. Tehát, hogy a motort valahogy tudjuk kontrollálni. Lehet, hogy azért, hogy az egyébként kényelmes lenne, tehát, hogy itt van fönt a kormány, ez a receiver és az antennák, ugye, és akkor ne kell mindig leugrálni, hanem lehet, hogy innen akkor meg tudom mondani, hogy előre, hátra, és hogy megálljon, majd meglátjuk. Na, a lényeg az, hogy tanuljuk meg ezeket gyorsan a research desken, és akkor hát nagyjából ez a sziget akkor kész is. Na, ez a zipline, majd nem tudom, mikor lesz ilyenre szükség, de majd építünk. Ez ugye maga az, amivel csúszunk rajta. Ez a fémkereső, ilyet mindjárt fogok csinálni. Előtte majd megpróbálom itt tűzi játék, hát ennek rengeteg sok értelme van. Ó, hogy rohadjon meg, ez az elemtöltő, ehhez kell a titánium még, amit ugye nem tudtam szerezni. Sőt, ez motor irányítóhoz is, meg a hálóhoz is kell. Jó, most már muszáj lesz keresni egy másik szigetet, egy olyan szokásos régebbi típusú zöld nagy szigetet, mert van, hát nem sok, de 36 pénzem, nem tudom, hogy azzal mire fogok menni, remélem, hogy abból már tudok venni valami említésre méltó dolgot, és kell vennem, egyelőre nem találtam sehol, feltételezem, ott tudok venni, kell majd vennem ilyen titániumot, mert három receptem van, amihez kell, és ezt az elemtöltőt, ezt mindenképp szeretném megcsinálni. Úgyhogy ennyi a történet ezen a szigeten. Azért ezek egyre nagyobbak, tehát igazából nem feltétlenül azért van egyre több tartalom a játékban, mert hogy egy hatalmas terület és újabb érdekességeket felfedezel, hanem ilyen elég zegzugos, elég kaotik területek vannak, ahol itt-ott-ott el vannak rejtve a tárgyak, és rohadt sok ide, amíg megtalálod, végigcsinálod, tehát kicsit ilyen időlő. Nagyon hullámzik az állapotom és a véleményem erről a játékról, néha kicsit jobb, néha kicsit rosszabb, amikor ezeket a sok hajóbusztoló felszereléseket sikerült megtalálni, és ilyen motoros hajót építeni, akkor jobb, de azért amikor ilyen nagyon izzadságszagúan arról szól a dolog, hogy csak így elcsesszünk itt sok időt, akkor nem annyira imádom. Na jó, mindegy, az a kérdés jut eszembe, hogy új koordinátát találtam-e? Igen. Hú, de hülye vagyok, közben erre nem gondoltam. Na hát ez már sokadik, 1, 2, 3, 4, ez már az ötödik lesz.
65-22-es irányba vesszük az utunkat, és hát útközben azért próbálok majd először szerintem most inkább nagy sziget, tehát ezt a zöldet ezt be fogjuk célozni, és megpróbálok egy nagy szigetet most már, hogy tudjunk vásárolni. Nos, hát megpróbáljuk akkor ezt a vásárlás procedúrát. Ez egy elég nagy szigetnek tűnik, és ott van is valami a tetején, elemem mindjárt lemerül, és most már van, hogy 3-4-5 lemerült elemem. Az az érdekes, hogy ez az előzőt, ezt... Ja, de értem, azt teszi keretbe, amelyikre be van állítva éppen. Azt hittem, hogy ezt még nem minősíti 100%-osan felismertnek. Szóval a lényeg az, hogy ezen a szigeten fogok most akkor végig kommandózni, és megpróbálok följutni a tetejére, és megpróbálok megint egy olyan bolthoz eljutni, előtte természetesen ki fogom nyírni megint azt a rohadt kődobáló madarat, és meglátjuk, hogy mit sikerül vásárolni. Van 26 nyilvesz, vagy 23 nyilveszem, azzal elég jól el vagyok. Közben sikerült megint egy pár mézet szereznem ezen a szigeten, beplágoltam oda a mézet, meg a elfogott halakat, vagy kifogott halakat, szóval az megint gyártja az üzemanyagot. Ja, tényleg rá is kéne néznem, bakker, hogy hogy áll az üzemanyag. Van még benne. Ez beleteszi magától? Bele. Jó. Hát azért ezzel elég jól lehet haladni, viszonylag sokáig bírja. Az a baj, hogy egy elég ritka dolog ez a méz, és ugye a méz kell ahhoz ott, hogy gyártani tudjam. Hú, Jézus Mária, ez milyen sziget. Hogy fogok oda feljutni? Szóval, hogy ez nem annyira észrevehetően király ez a dolog, az, hogy kell bele nyers kaja, az oké, okay, mert halad bármikor fogok, de az, hogy méz, az egy kicsit nehezebb. Na, ott a sok, odáig kell feljutnunk, és ezt majd mindjárt meg is tesszük, és viszem magammal a kis pénzecskémet, aztán meglátjuk, hogy mit lehet érte kapni. Nagyon bízom benne, hogy ilyen titánt fogunk tudni venni, mert állatira szükségem lenne most már erre. Akkor mindjárt ide kanyarodunk, lenyomunk egy horgony, de ott van egy kis lépcső, szuper király, minket várnak itt. Mindjárt jön is a madár a kővel, gondolom, de most a leszarom úgy lelövöm, mint a húzat. Oké, mehet a horgony, mehet a motor kikapcsolás. Jó, hát és akkor kicsit feltápolom magam, kaja, pia, minden, aztán megyünk a szigetre. Kicsit úgy tűnik, hogy azért a játék az úgy érzékeli, hogy én hol tartok most így történésileg. Mert hogy itt eléggé úgy tűnik, hogy ilyen zipline-nal tudok csak átmenni. Úgyhogy gondolom ezt a szigetet megtaláltam volna korábban, akkor... Nem biztos, hogy pontosan értettem volna, hogy kell ott átrepülnöm, de most már ezt meg tudom oldani. Úgyhogy kaja, pia, aztán irány a sziget. Na, érkezünk fel a hegy tetejére. És itt a bolt. Szerencsére itt most nem volt madár. Nincs kit lelőni. És nézzük, hát nem sok, 36 pénzem van. Fingom nincs, mik az árak. Egy. Ez egyelőre szimpatikus. Hát vegyünk egy ilyet. Itt vannak, látom, ilyen különböző szintű vásárlási lehetőségek. Nem tudom, hogy mitől függ, hogy melyikbe vásárolhatok. Reputation. Aha, és ezt mivel tudok szerezni? Na jó, mindegy, chili paprika. Itt vannak jó pofa receptek. Ruhás szekrény, iránytű. Aha, hogy itt már ilyen coin is kéne hozzá. Jó, hogy rohadjatok meg. Ja, aha, hát gondolom még csak véletlenül se fogok tudni venni titániumot az első szinten. Itt van az orr, hogy menjetek a francba. De mivel tudom ezt emelni? Trade coin, és ilyet honnan szerzek? Not enough reputation. Minél többet vásárolok? Hát mit vegyek van? De hogy mindenhez kell ez a trade coin? Hát menjetek a francba. Honnan szerzek trade coint? Jó, hát akkor nagyon komoly tudok venni ezért. És semmit nem nő a reputation-öm. Semmit az égvilágon. A vásárlástól. Lehet, hogy eladni kéne? Aha, igen. De jó, ilyen hiper-szuper lényeket kéne találni. És eladom, akkor nő a reputation-öm, és kapok trade coint. Menjetek a francba, és hol találok ilyeneket? Hát ez egyelőre totálisan esélytelen. Sehol nem láttam ilyeneket. És... Na jó, mindegy, hát ennek majd utána kell nézni. Mert fingom nincs. Tehát így pecázni tudok, de hát ilyen halak nem jöttek soha. Ezt biztos nem így lehet elkapni. Jó, hát akkor egy olyan ezzel kb. Szart se érek ezzel, vagy vele lehet, hogy a
Lehet, hogy ezzel, ha horgászom, majd akkor jobb lesz a sztori. Na mindegy, veszünk egy párat. Az összeset megvettük, nincs is több. Jó, ezekre meg nincs szükségem. Csirit, semmi más nem tudok venni. Szóval ennyi. Akkor vettünk jobb csalit, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Próbáljuk ki. Próbáljuk ki ezt az új csalit. Hírek-e vele valamit. Azért tudnám értékelni, hogyha ez tényleg arra lenne hatással, hogy más típusú halakat tudok fogni, és akkor visszahordhatnék ilyen speckósabb halakat. Legalább ebből az első szériából. És valószínűleg igen. Na, hát most olyan halat fogott, mint még soha. Egészen király a sztori. Hát akkor annyira nem vagyok kibarulva. Hát akkor lényegében nekik ott egy cápa, kifogjuk a cápát. Tehát akkor lényegében akkor neki kell állnom pecázni, mint állat. Mindjárt ebből egy párat vissza is viszek. Akkor igazából ennyi, hogy pénzt kell gyártani, meg tudod venni az első szintű csalit. És ezzel neki kell állni horgászni, és kifogod azokat a halakat, amiket aztán szintén vissza kell vinned a boltba. És kapsz érte reputation-t, kapsz érte trading coin-t, és akkor újra és újra és újra csinálod ezt az őrületet. És aztán így idő után ki lehet oldani a második és harmadik szintet a boltban, és akkor a harmadik szinten már esetleg tudunk is venni titániumot. Hát ez még nem holnap lesz, úgyhogy akkor igazából ennyi a sztori, hogy bolt reputation-t kell farmolni. Nos, hát az összes csalimat elpecáztam. Nincs is most itt több, nem tudom ez milyen időközönként fog újra töltődni, és hát ennyit sikerült fognom. Ez 12-19 egyiket elszúrtam, azt hiszem, tehát itt most nem lesz maximum a történet. Viszont nézzük, hogy mi jár ezért nekem. 4 ilyet el tudok adni. Hát ez nem túl sok. Oké, ez is csak 10-et ad. Jó, meg ez is szuper. Jó, hát akkor lényegében most elvileg 19 halat sikerült kifogni, és 30-ot kellene, tehát még egy ilyen kör kell nekem, valahogy még ebből majd vennem kell, kíváncsi leszek, milyen időközönként telik ez fel, de akkor annyira nem kritikus a helyzet, még egy ilyen turnus, és akkor meg lesz az első szintnek a teteje, akkor elvileg ezt a szintet kinyithatjuk, akkor itt megint veszünk, gondolom, igen, új típusú csalit, megint még brutálabb halakat fogunk, itt meg is érdekes dolgokat tudunk venni, és új izék, receptek, advanced, és ez mitől advanced? És aha, mind a három típusú cuccból valami fejlesztett, ez nem tudom, ilyen önlocsoló lesz, vagy mi a szar. Jó, hát nyilván itt is végig kell majd halásznunk a halakat, akkor a kettes szinten valószínűleg ezek lesznek, aha, ezek már 100-at adnak, és mennyit kell majd elérni, hát gondolom akkor 3000, szóval lényegében akkor talán ugyanaz a sztori, hogy 10-szer többet ezek meg már csak trade coint adnak, igen, mert a negyedik szintet már nem kell elérni. Ja, de itt van, hogy valamit ad, jó, majd meglátjuk. Na, szóval a lényeg az, hogy akkor a logika, vagy a metódus megvan, csali vásárlás, halászás, hát jó, és várja, van 19 trade coinom, jut eszembe, hát ilyet is kaptam. Akkor viszont mit tudunk vásárolni az első szinten, amihez nem csak lent hagytam a kukás kockákat francba. Olyan nagyon mondjuk úgyse érdekelnek ezek. Mindegy, lényegtelen, megtartjuk a trade coinokat. Jó, hát akkor ennyi. Akkor majd innen folytatjuk.